Ha már így költészet szóba jött, akkor beszéljünk a zombikról. Szoktatok arra gondolni, hogy egyedül maradtatok az egész világon, a zombi apokalipszis megtörtént, és akkor menekülni kell, meg ilyesmi? Nem. Akkor én vagyok az egyetlen, vagy akkor lehet, hogy ketten vagyunk, akik gondolkodunk ilyesmiben. És a nyugatot egyébként, őt szeretitek, emlékeztek valami, dereng még középiskolából? A következő fellépőnknek például itt van egy idézet, ami nem tőle származik egyébként, de ez talán mondhatjuk, hogy arszpoetikája, még soha nem beszéltünk együtt, de én azért elmondom az ő arszpoetikáját, jó? Kell, hogy legyen a regénynek egy olyan szofisztikált rétege, amitől még a Termann utcai fiatal esztéták is citromot facsarnak a fitymájukra. Követhető volt? Igen, szóval itt ugye a művészi igényesség a szórakoztatni vágyással, hogyan lehet ezt összehozni. Még egy fontos kis szösszenet, mi a különbség Babits és Adi zombi írtó képességei között? Babits Mihály pacifista, Adi Endre másnapos. Oké, azt hiszem ez itt már tisztább válaszokat kapunk. Amit még talán feltétlenül szeretnék rólad elmondani, hogy 16 évesen képzeljétek el, annyira megörült Mennyhárt Jenőnek a 4-es-6-os villamoson, röhögsz mi, hogy érezte, adnia kell neki valamit, ezért rátukmált egy félig megivott 2 literes gyömbért. Na, ezt hívom én szabadságnak. Hölgyeim és uraim, Csepella Olivér. Jó estét, sziasztok, köszönöm, hogy így az összes kompromittáló dolgot elmondtad így egy levegőben. Én nem szabadságnak hívnám ezt a Mennyhárt Jenős dolgot, hanem valami másnak, de abba most nem menjünk bele. Szóval sziasztok, akkor azt nem kell elmondanom, hogy a Nyugat és a Zombik című képregényt rajzolom és írom én, aminek ugye, mint az elhangzott, az a lényege, hogy a nyugatosok Babits Mihály előszületés napján a New York kávéházban hát összekerülnek az élő halottakkal, akik nem szeretik őket, és aztán ebből kialakul ugye a konfliktus, amihez az az izgalom, ami leginkább izgalmas szerintem benne, hogy a nyugatosok egy ilyen heterogén csapat, és mindenki máshogy dönt ebben a krízisben. Körülbelül 8 évvel ezelőtt találtam ki ezt a történetet, vagyis hát akkor lett meg ez a magja a dolognak, és azóta így rajzolom a nyugatosokat, meg gondolkozok a történeten, meg így írogatom, és 2012-ben diplomamunkaként készítettem aztán el az első fejezetét a 7 fejezetnek. Ja, Karinti Frigyes forog is, csak rá kell szólni. És az így nézett ki, az egy ilyen füzet, de hogy már akkor is tudtam, hogy egy ilyen 7 fejezetes történetet szeretnék ebből csinálni. És most oda jutottam el, hogy körülbelül 5,5 millió forintot sikerült hozzám vágni a nagylelkű embereknek a közösségi finanszírozási kampányban. Igen. A tapsot felajánlom azoknak az embereknek, akik erre adtak pénzt, mert én például ugye nem adtam pénzt, szóval én csak örülök. És most igazából gondoltam, hogy most beszélhetnék például arról, hogy lehet tök jó közösségi finanszírozást, hogy lehet csinálni, meg ilyesmi, de szerintem az kevésbé érdekel titeket. Másrészt meg abban nem is vagyok annyira olyan nagyon biztos, hogy ezt így hogy érdemes csinálni. Csak hatalmas szerencsém volt, és erről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy ami viszont tapasztalatom van, és amiben 100%-ig biztos vagyok, nem úgy, mint a közösségi finanszírozásban, hogyha kívánsz valamit, akkor az teljesül, mármint, hogy ez ilyen hülye hangzik, meg így közeleg a karácsony, meg ilyenek, de ez tényleg egészen biztos. Ezt onnan tudom, hogy például ezt kívántam, és sikerült. Az a lényeg, hogy egyszerre egy dolgot kívánj, és ezt minél pontosabban fogalmazd meg, arra pedig felhoztam egy ilyen banálisabb történetet, miszerint amikor még régen így elkezdtem gondolkozni ebben, hogy lányokkal kéne összejönni, akkor így azt kívántam nagyon erősen, hogy szeressek nagyon egy lányt. Mert hogy ez addig úgy olyan eljött és elmúlt, és nem tudom, és hogy legyen egy ilyen igazi, nagyon erős érzés, és ez sikerült is. És aztán sok energia és idő után össze is jöttünk ezzel a lánnyal. Ő volt az első barátnőm,
És azután jött a felismerés, hogy ez igazából még így nem a maximum, mert az se rossz például, hogyha ő is szerelmes beléd. És akkor miután ennek vége volt, utána ezt kívántam, hogy legyek nagyon szerelmes egy lányba, és legyen ő is nagyon szerelmes belém. És akkor, és ez is teljesült, mert amit kívánsz, az tényleg teljesül, ez egész, ezt megígérem, komolyan. Na és akkor ez megtörtént, de akkor pedig ezzel a barátnőmmel rájöttem, hogy még ez sem a teljes, az amire igazából vágyom, mert hogy az is hiányzik azért, abból a párkapcsolatból hiányzott, hogy mi együtt tudjunk, vagy akarjunk működni, mert az, hogy szerelmesek vagyunk egymásban, az szép dolog. Mindegy, a lényeg az, hogy együttműködés, kölcsönösség is kellett hozzá, és akkor így találtam ki, hogy nagyon, így tanultam meg, hogy nagyon pontosan kell kívánni azt, amit szeretnénk. És ez is valóra vált, sőt, ez még mindig éppen válik valóra, és azzal a lányjal mind a kettőnk a leghosszabb kapcsolatunkban vagyunk éppen, és teljesül, amit kívánunk, komolyan, esküszöm, tényleg. És akkor így jutunk el ide, egy ilyen varga betűben, hogy azt kívántam, hogy legyen egy évem a képregény megrajzolására, és legyen jó. Ja, van egy évem a képregény megrajzolására, ez már bebizonyosult, és aztán egy év múlva kiderül, hogy ez a másik rész is teljesül-e. Nagyon remélem. Úgy kezdődött a dolog, az az út vezet ide, hogy először akkora szerencsém volt, hogy mikor kitettem az internetes portfóliómba a képregényt, amit csináltam, akkor a cink ezt így átemelte, és akkor elég sok ilyen portál kitette, és akkor az volt a jó dolog, hogy megkerestek kiadók, hogy adjuk ki ezt a könyvet, a Nyugat és a Zombikat, én pedig tudtam már, hogy erre az egy évre van szükségem, mert már megtanultam, hogy ilyen pontosan kell kívánni. És úgy működik, kiadók, és ezen így végig szaladok, hogy azzal találkoztam én, hogy egy kiadó úgy működik, illetve hogy a terjesztése úgy működik egy könyvnek, hogy van az Alexandra Libri Bookline féle ilyen nagy terjesztő, és mondjuk, hogy az a sárga rész, az, amit levesz a terjesztő az árából annak a könyvnek, amit kiad, és akkor a maradékon pedig osztozol a kiadóval, az egy ötöd szeletke lesz a szerzőjé. És az nyilván nem fed le egy évi ilyen munkát, abszolút ilyen két hónapi munkát fed le, vagy valami ilyesmi. És akkor gondoltam, hogy lehetne úgy csinálni, hogy nem tudom, hogy hát miért kell nagy terjesztőknél, tehát hogy igazából az internetről értesülnek az emberek, vagy úgy valahogy valakin keresztül találkoznak ezzel, de nem a metróban fogják ezt nyilván így bereklámozni, meg nem az Alexandrába bemész, és ott látod a gerincét, és úristen, erre szükségem van. Tehát hogy ezt akartam volna megkerülni, de hogy erre azt mondták a kiadók, hogy ezt nem lehet, meg ők szerződve vannak. Na mindegy, a lényeg az, hogy most azzal, hogy a kitűzött összeget összekalapoztam, ezzel igazából én most ezt meg tudom valósítani, hogy nem tudom, egy kávézóba, vagy egy kocsmába, vagy interneten rendelhetővé teszem, és akkor nyilván nyomottabb áron is tudom árulni, és én is jól járok, és mindenki nagyon boldog. Szóval ezt kívántam, és teljesült, és világi boldog vagyok, de mi köze van ennek a szabadsághoz? Karinti Frigyes, te belém látsz. Hát szerintem az a köze azt tanultuk mindebből. Szóval, hogy szerintem az a köze ennek a szabadsághoz, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan bíztattak arra, hogy fogadjam el azt, amit a kiadók ajánlanak, mert hogy most így visszafelé már így erre így könnyedén gondolok vissza, de hogy az akkor egy nagyon nehéz dolog volt, hogy az volt az egyetlen lehetőség, amivel találkoztam, hogy egy kiadó ad pénzt a nyomtatásra, és ennyi, és így lesz kiadva a könyv, különben kész. Tehát ez a maximum pénz, amit ebből ki lehet hozni, és én ebből kell, hogy gazdálkodjak, vagy egy évig, vagy anyám fizeti azt, hogy én rajzoljak egy cuki képregényeket. És azt gondolom, hogy a szabadság az, hogyha minél több, vagy hát, hogy lehet, hogy nem ez a szabadság, de hogy mindenképp az eszköze, hogy annál szabadabb vagyok, minél több lehetőséget ismerek. Tudom, hogy minél több lehetőségem van, mert hogyha az az egy lehetőségem van, hogy kiadjam a képregényt, akkor az kényszer. Hogyha azt gondolom, hogy mondjuk két lehetőségem van, mert vagy kiadom a képregényt, vagy mondjuk munka mellett csinálom, akkor az már egy dilemma, még az se jó, de hogy az valami. És azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen három vagy öt dolog, ami lehetőséget látsz, például, hogy kiadó,
meg pályázat, meg dolgozom rajta, meg keresek hirdetőket, és mondjuk a közösségi finanszírozás, ami abszolút a lista legalja volt. Ha minél több lehetőséget látsz, akkor annál szabadabb leszel, mert tudod, hogy mindig van megoldása arra, amit szeretnél. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt akartam mondani. Boldog szülinapot, TASZ! Köszönöm szépen! I'm going to go to the hospital.